Krisztus, ima hétnek, e mai napnak a címe az, hogy az igazság érvényesül. Hát azt látjuk éppen, hogy az írástudók és farizeusoknak az életében éppen ez nem érvényesült, de az Úr Jézus érvényesíteni akarja, ezért szól. És hát eléggé sajnálkozó kijelentéssel szólítja meg őket. Jaj nektek, képmutató, írásodó farizeusok! Ez nem fenyegetés akar lenni az Úr Jézustól. Nem megfenyegeti ezeket az embereket, hanem sajnálja őket, hogy félrement az életük. Nem az igazságnak az ösvényén van az életük. És azért szól, és szólítja meg őket, hogy helyreigazítsa, az igazság útjára terelgesse ezeket az embereket. És bennünket is Isten, amikor így szólít meg, ami egy kicsit olyan keménynek hat, azért teszi, mert szeret bennünket. És szeretne az igazság útjára ráterelni bennünket, ha talán letértünk róla. Tehát így láthatjuk ezt a megszólítást, és nézzük meg, hogy mi volt baj a farizeusokkal, írástudókkal, miben tért el a lábuk az igazság ösvényétől, mit hanyagoltak el, és mire tettek hangsúlyt, amire nem kellett volna akkora hangsúlyt helyezni és tenni. Azt olvasok itt a 23. versben, hogy jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből. Abban az időben adakoztak az emberek, méghozzá a tizedet adták. Ez volt előírva az Ószövetségben, igen, nem csak ebből nem kellett tizedet adni. Ugyanis abban a termésből kellett tizedet adni az Ószövetségben, amely a szántóföldön megtermett, amiből majd kenyér lesz, élelem lesz, de a fűszer növényekből, amik itt föl vannak is sorolva, abból nem kellett. De úgy gondolták az írástudók, a farizeusok, hogy mi abból is adunk. Vagyis túl teljesítjük még az előírtakat is, túl hangsúlyozták itt a adakozást, és ilyen formában úgy gondolták, hogy még túl lehet teljesíteni az Isten törvényét is. De mi történik ilyenkor, amikor az ember valamit túl hangsúlyoz, valamit túlzásba kezd vinni, noha az Isten már azt annyira nem kéri tőle. Az történik vele, hogy hangsúly áthelyezés történik az életében. Valamit el fog hanyagolni, valami fontost, mert valami irányba elcsúszik az élete, valamit jobban hangsúlyozni akar. És itt is ez történik, hogy valami nagyon fontosat, sokkal fontosabbat meg elhanyagoltak. De elhanyagoljátok a törvény fontosabb tanításait, a becsületességet, a könyörületet és a hitet. Pedig ezt is kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni.